Éppen mondjítottuk meg a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben az új planetáriumot. Te viszont ismerted még a régit is. Igen, hát fönt a Mecsek oldalban volt a Szőlő utcában, egy modern beton üveg vas korszerű épületben. 1975-ben nyílt meg a régi planetárium. A Budapestit hozták le Pécsre, és ott működött vagy 20 évig. És ennek a elavult műszer helyett most már egy újat vettek ide, a Zsolnai Kulturális Negyedbe. Mi történt a régi planetáriumban a Széli utcában? Hát a régi planetáriumot nem tudták fönntartani, csak nyáron működött, aztán már úgysem. Bezárták, és aztán végül is a fenntartót itt eladta, és elbontották. A vevő társaságot akar építeni, oda hirdet is a városban egy 68 lakásos társaság fog a helyére építeni, de a planetáriumot és csillagvizsgálatot elbontották, nyomtalanul eltüntették. Itt az új planetáriumot már megismerted. Milyen az érzés a régihez képest? Hát 6 méter helyett 8 méteres a kupola átmérője, és hát nagyon korszerű vetítő műszerrel van ellátva. A csillagos ég hát hasonlít a valóséghez, aztán nem annyira tökéletes, de megfelel, és nagyon jó számítógépes programokat lehet vetíteni rajta, tehát különböző csillagkép alakzatokat, égi főköröket, aztán különböző a bolygókat ki lehet nagyítani, és sok mindent tud, időbe lehet léptetni, jóval korszerűbb, ugye, hát nyilván 50 év elteltével más a számítástechnika alapul az egész planetárium. Itt a helyi amatőrök vajon ki tudnak alakítani olyan kapcsolatot, mint régen a titkos planetáriummal? Igen, hát ez nagy kérdés. Ott fönt az amatőr csillagászoknak is egy tanyájuk volt, oda följártunk észlelni, bemutatni a nagy közönségnek. Most itt az a másik lépés lesz, hogy a most felavatott új planetárium fölött, hiszen ez a föld alatt van, csak a teteje Loki, az fölött viszont van egy nagyon nagy bemutatóhely, aminél hát lehet az ég 90%-át látni, a fényszennyezés is minimális, úgyhogy valószínűleg ott fogunk távcsöves bemutatásokat csinálni, vagy észlelni, vagy ilyen fogyatkozásokra összegyűlni. Ez a Zsolnai negyed egész éjjel nyitva van, és szabadon be lehet jönni a látogatóknak majd. Ezt, mivel hát ma nyílt meg, majd más állítólag ma este kezdik, de aztán ez a jövő zenéje, hogy hányszor tartunk itt távcsöves bemutatókat. Hát sok sikert kívánok ennek az időszakkörnek a csillagászkodáshoz, és remélem, hogy előbb-utóbb azért egy igazi kupolás csillagvizsgálót is kaptok ide a planetárium mellé.